Több mint 1 milliárd forintos versenyhivatali bírságot kapott a Vodafone. A telekommunikációs cég korábbi reklámjaiban szerepelt, hogy övék Európa legnagyobb 4G-s hálózata, de a hatóság szerint ezt megalapozatlanul állították. A gazdasági versenyhivatal szerint ezzel a Vodafone tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. A bírság mértékét befolyásolta az is, hogy 10 év alatt 12-szer fordult elő hasonló jogsértés. A Vodafone jelezte, hogy mivel nem ért egyet a döntéssel, bírósághoz fordul. Újabb unokázós csalót fogtak el a rendőrök. A 44 éves tatabányai férfi egy kaposvári nyugdíjast fosztott ki. 3 millió forintot kért tőle azzal, hogy balesetet szenvedett és sürgősen pénzre van szüksége. A rendőrök másnap elfogták, a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását. Egy kamionnyi hamis árut foglaltak le az M5-ös autópályán a NAV pénzügyőrei. A 46 millió forint értékű hamis illatszereket és ruhákat egy Bulgáriából Angliába tartó kamion rakterében találták meg, amikor a járművet a Strada tengelysúlymérő állomásán megállították. Az állítmányt lefoglalták és eljárást indítottak az ügyben. Meglátható a Nemzeti Bank új, ingyenes mobil applikációja. Ennek segítségével bárki megállapíthatja, hogy valódi-e a nála lévő bankjegy, de a forintap nem helyettesíti a professzionális vizsgálatot. Jelenleg 500 millió bankjegy van forgalomban Magyarországon, ebből pedig kevesebb, mint 1000 lehet hamis. Jelentősen javul az idő, nyugat felől tovább csökken a felhőzet, de délután még elszórtan lehet eső. Holnap a ködfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég, több órára kisüt a nap és eső sehol sem lesz. Megélénkül a szél. Hajnalban plusz 2 és mínusz 3, napközben 6-12 fokra számíthatunk. A jövő héten tovább melegszik az idő, kettől átmenetileg megszűnnek az éjjeli fagyok, és több helyen akár 16-18 fok is lehet. Társadalmi célú hirdetés. Sok olyan embert ismerünk, akik számára a karácsony nem az ünnep meghittségéről, az otthon melegéről, az asztal bőségéről szól, hanem a nélkülözésről. Az Ökumenikus Segélyszervezetnél minden nap azért dolgozunk, hogy ételt adjunk az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélytelenüknek. Tárcsázza a 1353-as adományvonalat, és segítse 250 forinttal munkánkat, vagy keresse az adomány perselyeket a postákon. 1353. Csatlakozzon az ünnepi összefogáshoz, hogy egész évben segítő kezet nyújthassunk. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából. Társadalmi célú hirdetést hallottak. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. 98.6 Manna FM örömre hangol, további mannasztikus pirométerekben gazdag szép napot kívánok nektek. Ez a kanapé, én Kaszás Kornél vagyok, és a kanapéhoz most húzzatok közelebb egy asztalt is, mert hogy étkezni fogunk, a gasztronómiának is fontos szerep jut majd ebben az órában, hiszen a vendégem Ádám Csaba lesz, az Olimpia étterem konyhafőnöke és tulajdonosa, úgyhogy vele beszélgetek nem sokára, előtte azonban visszatérünk a dalokhoz. Már is énekel Freddy, ez a Neked nem kell. Utána pedig mi is jövünk, 98.6 Manna FM, örömre hangol. Életöröm zene. Megállás nélkül, hogy jó legyen a napja. Ez a 98.6 Manna FM, örömre hangol. 98.6 Manna FM, örömre hangol. Hallgassa újra, kanapé, a legjobb pillanatok. 98.6 Manna FM, örömre hangol, kedves hallgatók, folytatjuk tovább Kanapé című műsorunkat. A vendégem pedig ebben az órában Ádám Csaba, az Olimpia étterem konyhafőnöke és ügyvezetője. Szervusz, Isten hozott, és szeretettel köszöntelek. Szervusz, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, meg kollégákat egyaránt. Na hát, remélhetőleg a kollégák is hallgatják, bár az is lehet, hogy a kollégák is éppen dolgoznak, mert hogy közben, és nagyon köszönöm duplán, hogy eljöttél, közben te is munkában vagy, mert hogy 7 órakor hivatalosan ugye kinyit az étterem, viszont azért ez nem azt jelenti, hogy 7 órától van munka, egy picit azért ezt is tegyük rendbe.